Az egyik helyi ellenzéki törpepárt túlbuzgó frontembere folyamatosan félretájékoztatja a makóiakat az ipari park fejlesztésével kapcsolatban. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, fogalmazott a makói Fidesz a ma délután közzétett közleményében. Hozzátették, Mucsi Tamás számára ellenzéki képviselőként biztosan rossz nézni, hogy a város fejlődik, ezért mérgezi a makói közéletet saját céljai érdekében káros gondolatokkal, félretájékoztatással, gyűlölködéssel ám a demokratikus koalíció önkormányzati képviselőjének állításaival szemben a cég nem bevándorló munkaerőt kíván foglalkoztatni, a működési engedélye pedig a környezetvédelmi szabályok betartásához kötött, tehát minden szakhatósági előírásnak meg kell felelnie. A makui Fidesz szerint a gyár elleni politikai támadás mindössze azt bizonyítja, hogy fontosabb a dk képviselő számára, akár még a félrevezetésen keresztül is figyelmet nyerni, mint makót fejleszteni. A párt helyi szervezete azzal zárja közleményét, hogy bíznak benne, a választók jövő júniusban is nemet mondanak a Mucsi Tamás által folytatott közéleti környezetszennyezésre. A teljes közleményt a Makói Fidesz közösségi oldalán lehet megtekinteni.